megyfának a moníliája. Hétről hétre követtük a fertőzés terjedését. Most már egyetlen teendő lenne egy kertésznek ezeket a beteg ágakat visszavágni. Itt van például az egyik megjelölt ág, ahol a csúcs felől az utolsó egészséges levélnél, termésnél kötöttem egy kis piros jelölő madzagot. Emögött kéne visszavágni akár 20-30 cm-re, tehát akár itt is. Körbe-körbe minden ágat. Ugyanis bármelyik ágról folytatódhat a fertőzés terjedése a törzs felé. Kíváncsi vagyok, hogy ezeknél a megjelölt ágaknál, ami alatt még a törzs felé egészséges zöld leveleket, termést látunk, milyen sebességgel fognak majd megjelenni a moníliának a tünetei, azaz ezek a szép kis levélkék milyen sebességgel fognak elszáradni. Több ilyen ágat is kijelöltem, úgyhogy követhetjük majd a monília útját a törzs felé. Ha ide megyünk a másik ághoz, itt már látjuk, hogy 3-4 ág is elszáradt, tehát itt valahogy extra gyorsággal terjedt vagy a virág, vagy már a kókadó hajtás vég mutatja, hogy a hajtás fertőzésről. Itt már itt kéne visszavágni az ágat. Ha ez megtörtént, utána az egészséges növénynövekedés érdekében érdemes lenne valamilyen lombtrágyával, esetleg a további fertőzések gyengítése érdekében egy felszívódó gombaölőszerrel megpermetezni a meccsemetét. De ha rajta adjunk akár egy-két ágat is, ami ilyen moníliával fertőzött, akkor innen bizony folytatódhat a törzs felé a fertőzés. Tehát ez egy nagy meccsfánál, tudom, hogy egy több órás metszólós, létrázós, csipkelődős munka, az is lehet, hogy már a fűrészt is elő kell venni, de nem ússzuk meg, ha meg akarjuk menteni a meccsfánkat.